Jó napot kívánok a kedves televízió nézőknek, különösen a 8. osztályosoknak, akik néhány hét múlva vizsgázni fognak magyar nyelv és irodalomból. A telesuli mai magyar óráján egy olyan összeállítást láthattok, melyet jó magam Péter Mónika Mária, a Kalotaszentkirályi Ady Endre iskola magyar tanára és Széles Tímea Tünde kolléganőm állítottunk össze nektek. Előző óránkon a nem irodalmi szövegek értésével foglalkoztunk, a mai órán pedig az irodalmi szövegek értésével és azok feladattípusaival fogunk foglalkozni. Mint ahogy előző órán is már mondtam, a szövegértéssel kapcsolatosan ez egy olyan képességünk, mely fejleszthető és egészen halálunkig akár fejleszthető. Ekkor, ha szöveget olvasunk, akkor a jelentést szerezzük meg a szövegből, fontos, hogy megértsük és megragadjuk a szöveg jelentését, valamint a meglevő tudásunkat bővítjük, korrigáljuk olvasás során. A szövegértő olvasás nagyon fontos az irodalmi szövegek kapcsán, hiszen az irodalmi szövegeknél nem csak információkat keresünk ki a szövegből, hanem a mélyebb rétegeibe is el kell jutnunk annak. A szöveg akkor kezd élni, amikor valaki elolvassa és közben megérti, értelmezi, értékeli, valamint tovább gondolja az olvasottakat. Fejleszthető ez a képességünk úgy, ha rendszeresen olvasunk, akkor is, hogyha sokat beszélünk, társalgunk, a beszédkészségünket, a szókincsünket bővítjük, és hogyha hatékony szövegértési stratégiákat használunk. Ezekkel a szövegértési stratégiákkal már magyar nyelv órán, biztos irodalom órán találkoztatok, tanáraitok segítettek ezek megismerésében és alkalmazásában. És voltak éppen a vizsga is egy ilyen stratégiára épül. Nézzük, milyen is a jó olvasó. Érdeklődéssel fordul a szöveghez, még akkor is, hogyha vizsgán kapja kézbe azt a szöveget. Gyakorlottsággal és stratégiával közelíti meg azt. Megfigyeli a szöveg szerkezetét is. És nagyon fontos, hogy újra olvassa, többször is elolvassa azt a szöveget. A jó olvasó leginkább ugye az irodalmi szövegek kapcsán mentális képeket alkot, azaz elképzeli azt, amit olvas. Kérdéseket tesz fel az olvasottakkal kapcsolatosan, következtet, összefoglal, és még azt is elismeri, ha valamely információt, valamely részét nem értette meg a szövegnek, ezért keresi a megértés lehetőségeit. Két típus szövegtípussal találkoztatok anyanyelvi magyar óráitokon, az irodalmi szövegekkel és a nem irodalmi szövegekkel. A nem irodalmi szövegekről előző telesulis műsorunkban beszéltem nektek. Most az irodalmi szövegekről fogok részletesebben tartani egy elméleti bevezetőt, majd pedig egy adott szöveg kapcsán feladattípusokat fogunk megtekinteni és közösen megoldani. Az irodalmi szövegekről ilyen fogalmak juthatnak eszetekbe, mint olvasmányaitok, a mesék, novellák, regények, mint például ugye a Fehér Lófia, jól ismert népmesénk, vagy a Pál utcai fiúk, a kedvenc ifjúsági regényünk Molnár Ferenctől. Az irodalmi mű kapcsán nagy-nagy szerep járul az olvasóra, a befogadóra, amint láthatjátok ezen az ábrán is. Nem önmagában áll a mű a szerzővel, ott vagyunk mi is, olvasók, és együtt teremtjük meg a szerzővel a jelentést. Ilyen jelentésteremtés lesz a magyar nyelv és irodalom vizsga is, annak a főleg a második egysége. Célja ezeknek a szövegeknek nem az információ közlés elsősorban, hanem az, hogy az olvasás örömében részesítsék az olvasót, hogy élményt jelentsen nekünk maga a szöveggel való találkozás. Külön világot épít bennünk egy-egy ilyen szöveg, kitalált világot ábrázol, melyet a képzeletünk segítségével ragadhatunk meg.
ugyanakkor tükrözi a szerző személyes álláspontját, nyelve bonyolult, nem, mely eltér a más területeken és a mindennapi életben használt nyelvtől, gyakran képszerű. A szöveg formája, elrendezése is jelentést hordoz. Lehet prózaforma egy irodalmi szöveg, de verses formájú szöveget is kaphattok a vizsgán. Magyar óráitokon találkoztatok az itt látható műnemekkel, ugye epikai és lírai szövegeket fogtok majd a vizsgán kapni, drámai szövegekkel majd a liceumi tanulmányaitok során fogtok foglalkozni. Fontos, mint ahogy előző órában is említettem, hogy értsük meg tehát ezeket a szövegeket, de az irodalmi szövegek kapcsán értelmeznünk, és tovább is kell őket gondoljuk, ehhez elengedhetetlenül fontos a feladatok alapos megértése. A tétel szerkezetben, amint láthatjátok, több feladatot fogtok kapni a nem irodalmi szövegek kapcsán. Az irodalmi szövegekre 4 feladat fog vonatkozni. Ezek a feladatok az értelmezést és a kreatív olvasást fogják majd segíteni számotokra. Hányszor is olvassuk el a szöveget? Hát annyiszor, ahányszor gondoljuk, de semmiképpen sem csak egyszer. Mi segít a megértésben? Hát ott lesznek a feladatok, melyek titeket arra fognak buzdítani, hogy elmélyüljetek a szövegben, és hogyan is olvassam, hát módszeresen fogjuk a vizsgán is újraolvasni a szövegeket. Fontos, hogy első olvasáskor ugye egy benyomást szerezzünk a szövegről, értsük meg a benne levő információkat, a témáját a szövegnek, figyeljünk a szerkezetére akár. Egy másodszori olvasás során már elmélyülünk, alaposabban meg fogjuk érteni a szöveget, valamint a harmadszori olvasás az azt jelenti, hogy minden egyes feladat mentén visszatérünk, és részleteiben szakaszosan újra fogjuk olvasni a vizsgán a szöveget. És akkor lássuk a mai órára hozott irodalmi szövegünket, ami nem más, mint Móra Ferenc a 100. könyv című novellájának egyik részlete. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de bíz, én minden 10. könyvemről se tudtam volna megmondani, mi van benne. Egyszer, ahol a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi, hány könyvem van már? Egy hián 100, feleltem büszkén. No, ehol a 100. Húzott elő a hóna alul édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercse tartott a csőre közt, s arra volt írva a könyv címe, Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem. Tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van. Te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl, megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép, öreges betűivel ez az egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se. És nézzük meg a hátralevő részében az óránknak, milyen feladattípusokkal találkozunk majd az irodalmi szövegek kapcsán. Kérhetik tőletek a szövegben felismert szereplőnek a bemutatását. A szereplők közti viszonyról kell majd fogalmaznotok. Fel kell ismerjétek, hogy milyen nézőpontból látjuk a bemutatott eseményeket. Értelmeznetek kell bizonyos szövegrészleteit a megadott szövegnek, és
Itt is a szövegalkotás az adott szövegből kiindulva éri a legtöbb pontot majd a vizsgán. És akkor rendre nézzük ezeket a feladatokat, hogyan is mutatjuk be szereplőinket. Nem jellemzést fog kérni tőletek a vizsga ennek ilyen feladata legvalószínűbb, hogy csak egy rövid bemutatót kell írni néhány mondatban a szereplőről, ilyen kérdésekre válaszolva például, hogy ki ő, hány éves, milyen a külseje, az érdeklődése, a viselkedése, tehát mind olyan információk, amiket felelünk a szövegben. Nézzük, hogy milyen, hogy is hangozhat egy ilyen kérdés. Mutasd be a novella beszélőjét, narrátorát 3-4 mondatban, és egy lehetséges válasz. Móra Ferenc novellájának narrátora egy fiú, aki egyben szereplő is. Diákként sok könyvet gyűjtött össze, de nem szeretett olvasni. Az édesapjától kapja a 100. könyvét és egyben az életre szóló tanítást. Nem elég a könyveket gyűjteni, el is kell olvasni azokat. Tehát a fiú az apa nevelésére érzékeny, képes változtatni szokásain. A szereplők közti viszonyt is fel kell ismernünk a szövegben, és a megfogalmazásunkkor igyekeznünk kell nem megelégedni ilyen válaszokkal, hogy a szereplők közti viszony jó vagy rossz, ezek nagyon sablonos, és igyekezzünk megfigyelni az itt felsorolt viszonyokat, például lehetnek barátok ezek a szereplők egymással, vagy lehetnek egymás vetélytársai, lehet szülő-gyerek kapcsolatról szó a szövegben, úr-szolga viszony, vagy tanár-diák viszony, lehetnek ezek a szereplők egymásban szerelmesek, lehetnek rokonai egymásnak, vagy osztálytársai, tehát használjunk ilyen kifejezéseket a válaszadásban. Így szól a feladat, mutasd be a novella szereplői közti viszonyt 3-4 mondatban. Az is fontos, hogyha 3-4 mondatot kértek tőletek, akkor ne elégedjünk meg egy tőmondattal. Olvasom az általam megfogalmazott választ. A novella szereplői a kisfiú és az édesapa. A köztük levő viszony meghitt és bensőséges. Az apa tanítani akarja fiát, rávezetni arra, hogy könyveit ne csak halmozza, hanem olvassa is el azokat. A kisfiú nyitott apja tanácsára elfogadja azt. A harmadik feladat típusban a nézőpontot kell felismernünk. Ugye milyen nézőpontból láttatja velünk a narrátor, a szerző, a történetet, a történteket. Amint az itt levő ábrákon is láthatjátok, ugye külső nézőpontról beszélünk akkor, amikor nem vagyunk részesei a történteknek, de elmeséljük azokat, és ilyenkor tárgyilagosabban is láthatjuk az eseményeket. Ha már részesei vagyunk az eseménynek, akkor szemtanúi vagyunk, vagy szereplői, ezt belső nézőpontnak fogjuk látni, csak azt tudjuk elmondani, tehát amit megéltünk, amit tapasztaltunk. A feladat így hangzik, kinek a nézőpontja érvényesül a novellában? Indokold válaszod a szövegből vett két példa kiemelésével. Itt is két pólusú a feladatunk. Először is megfogalmazzuk, hogy milyen nézőpont, aztán ki kell keressünk két szövegrészletet a szövegből. Fontos, hogy ne csak az egyik felére válaszoljunk a feladatnak. A novellában a kisfiú nézőpontjából látjuk az eseményeket. Egyes szám első személyű belső nézőpont érvényesül, hiszen az eseményeket ő megéli. És a két szöveg példa, tettem volna be a helyére a könyvet. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta. Kiemeltem aláhúzással azokat a szavakat, melyek jelzik itt az egyes szám első személyű megszólalást, az egyes szám első személyű ige alakok, a névmás is mind jelzik, hogy én beszélek, mint én elbeszélője a szövegnek. Negyedik feladat csoportba a szövegrészlet, a kiemelt szövegrészletnek az értelmezését fogják tőletek kérni. Mit is értünk azon, hogy értelmezés, általában megjedünk ettől a feladattól? Hát nem más,
Ugye a legegyszerűbb, ha sűrítjük annak a részletnek a tartalmát, de fontos, hogy ezen túl lépve olvassunk a sorok között, ragadjuk meg irodalmi szöveg lévén a művészi jelentést, az írói szándékot. Ha költői nyelv, ugye, ha irodalmi szöveg, akkor valószínű szóképekkel, alakzatokkal is fogunk találkozni, ezért ezeknek is értelmezni kell a tartalmát, az üzenetét, a képi világát, ugye milyen szerep jut ezeknek az jelentés megteremtésében. Kereshetünk ok-okozati összefüggéseket, valamint azt is megvizsgálhatjuk és leírhatjuk, hogy milyen szerepe van ennek a szövegrészletnek a szövegben, hol foglalja el helyét bevezető, a befejezés, netán a tetőpontja az eseményeknek, hiszen ezek is támpontot jelenthetnek a válaszadásban. Olvasom a feladatot, értelmezd 5-6 mondatban a novella alábbi részletét. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, ez az egy sor: sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Segítenek az alábbi szempontok. Miért kaphatta a kisfiú ezt a könyvet az édesapjától? Mire utal az apa metaforikus kijelentése? Hogyan kapcsolódik az apa kijelentése a novella eseményeihez? Nézzük akkor a lehetséges választ. A kisfiú szám szerint 99 könyvet gyűjtött össze, melynek tizedét sem olvasta el. Azért kapta az okos könyvet, mert az édesapa így akarta rávezetni arra, hogy felhalmozott könyveit elolvassa. E könyv első gondolatát, tanácsát az apa fogalmazta meg. Ezzel a metaforikus kijelentéssel arra szeretett volna utalni, hogy csak annyi könyvet hozzon haza, ahányat el is tud olvasni. Az el nem olvasott könyvek a parlagon heverő földhöz hasonlóak, mivel abban az esetben, ha az emberek nem foglalkoznak velük, érvényüket veszítik, fölöslegessé válnak. Egy ötödik feladattípus pedig a szövegalkotás lesz az adott szövegből kiindulva. Mit kérhetnek tőletek? Kérhetik az elolvasott történetnek a folytatását egy elbeszélő szövegben. Ez esetben nagyon fontos, hogy megfigyeljük, kik a szereplők, hogyan szólalnak meg egyes szám első személyében. Ha folytatjuk, nagyon fontos, hogy a narrációt is, ha külső narrációt használ a szöveg, akkor mi is külső narrációval folytassuk. Ha belső narrációt találunk, akkor nekünk kell belehelyezkednünk az adott személy szerepébe, és egyes szám első személyben kell folytatnunk a történetet. Fontos, hogy le is kerekítsük azt a történetet, legyen egy értelmes kerek egész, ne csak néhány mondatos folytatását adjuk a szövegnek. Kérhetnek tőletek élménybeszámolót, ami ugyancsak egy elbeszélő szövegtípus, de erőteljesen személyes jellegű kell legyen, hogyan élted meg te az adott eseményt, és annak ugye egyes szám első szemében hogyan tudod elmondani lineárisan azt az esemény sort. Kérhetnek tőletek szereplők közti párbeszédet, itt is fontos, hogy ismerjük a szereplőket, és tudjuk folytatni az általuk már elkezdett kommunikációt. Kérhetnek monológot, amikor is belehelyezkedsz a szereplő helyzetébe, és nagyon kötetlenül kérdéseket teszel fel, egy belső beszédet fogsz majd kihangosítani ennél a feladatnál. Kérhetnek naplóbejegyzést is tőletek, és erre vonatkozik a következő feladatunk is, mégpedig írj 10-15 mondatos naplóbejegyzést az okos könyvbe, a kisfiú nevében egy tanulságos esemény vagy olvasmány kapcsán. Tehát itt is egy narratív szöveget, egy elbeszélő szöveget kell írnotok, vagy egy élménybeszámolószerű szöveget, de napló formában. Ezért fontos, hogy megadjuk a bejegyzésünknek, a napló bejegyzésünknek ugye a dátumát, hiszen a napló nem más, mint bejegyzések sora, különböző időpontokban írt szövegrészek. Fontos tehát, hogy megadjuk a bejegyzés dátumát, fontos, hogy személyes hangvételt használjunk,
és monologikus, kötetlen stílusunk legyen. A 10-15 mondatos feladatot nem tudom nektek, nem fér bele a telesuli keretébe, hogy egy ilyen hosszú megoldást felolvassak számotokra, de gondolom, hogy találkoztatok már hasonló feladatokkal, és sikeresen fogjátok tudni majd megoldani a szövegalkotó feladatokat, hiszen ezek a feladatok érnek a legtöbb pontot majd a vizsgán. És ahogyan az előző telesuli óráján és a mai órán is ugye hangsúlyoztam nektek, nagyon fontos, hogy a vizsgára pihenten menjünk, és türelemmel vegyük elő, vegyük kézbe a szövegeket, többször is olvassuk el azokat, valamint a feladatok megértésére is fordítsatok különös figyelmet, hiszen a feladatok felületes megértése azt fogja magával vonni, hogy részmegoldásokat fogtok csak adni, és emiatt a pont számotok nagyon alacsony lehet. Tehát olvassuk el, figyeljük meg alaposan a kérdéseket is, hány részre tudom osztani, hány információt kér tőlem, pontosan mit kér tőlem az a feladat, és ne siessük el a válaszadást, gondoljuk át alaposan. Ismét egy idézettel szeretném zárni a telesulis óránkat, és egyben a Kolozsvári Televízió telesuli sorozatának az idei évadát. A könyvet mindig ketten alkotják, az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Legyünk tehát ilyen alkotók a könyveket, ne csak gyűjtsük a könyves polcunkon, hanem olvassuk el azokat, és a vizsgán is legyünk értő, értelmező, akár egy picit kritikusan is gondolkozó, és alkotó olvasók, és akkor minden valószínűséggel szép eredményeket fogtok majd a vizsgán kapni. Köszönöm nagyon, hogy velem tartottatok, velünk tartottatok, és kívánunk nektek az előttetek álló vizsgára nagyon sok sikert!